Hello! Sziasztok, srácok! Zsozé vagyok. Ez pedig itt az Ost válaszolok. Das ist good. Sovány malac vágtába. Rá cuppanok a kérdésekre, gyerekek. Nézzük is. Az első kérdés. Drefthun. Faszom. Lesz valaha normális vlog facecam, ahol nem a maszk van rajtad, hanem tényleg te? Az az igazság, hogy egyszer felelőtlenül megígértem, hogy 50 ezer feliratkozónál lesz, de egyébként ezzel is akartam kezdeni ezt az egészet, hogy ne az legyen, hogy jó, hogy vállald az arcod, meg mit tudom én, tehát nincsen semmilyen betegségem, nem vagyok, nem nézek ki úgy, mint a szurd se, vagy teljesen átlagos srác vagyok, és ennyi. De amúgy ez az igazi arcom. Nem lehet mindenki gyönyörű. Na, hány éves vagy? 27. Kurva öreg vagyok már. Mi a csatorna jövője? Gyerekek, a csatorna jövője... Nem tudom, hát... Megyünk, azt majd látjuk. Mekkora a segged? Viktor Gaming kérdezte ezeket, három kérdés. Minden rendben, apukám? Amekkorára nyaltad? Mindegy, hagyjuk. Az ilyen kérdéseket hagyjuk is szerintem. Melyik városban, vagy országban élek? Hát Magyarország, Budapest. Reklámoztad magad valahol? Például Facebookon hirdettél le, hogy iratkozz fel. Nem. Eleve hülyeség szerintem így hirdett egy csatorna, az, hogy iratkozz fel. Nem, nem hirdettem. Úristen gyerekek, milyen kérdések vannak itt? Mikor töltöd le a plancvíj egy zombit? Tegnap. Valahol lehet beszélgetni? Igen, lehet. Van egy Teamspeakünk, leírásban majd odarakom az IP-t. Ott, ha éppen nincs semmi dolgom, akkor simán persze, simán lehet beszélgetni. De nem vagyok én celeb, gyerekek. Tehát néha úgy írtok nekem levelet, bazzeg, mintha miniszterelnöknek írnátok, de komolyan. Ne! Lazulás! Havercsont. Csak lazán. Vágod? Csoti. Mi a munkád, mivel keresed a kenyered és a szeszes italaidat? Minek tanultál? Hát, hogy minek tanultam, faszom se tudja mai napig, tehát csöj, nem viccelek amúgy. Házépítéssel kapcsolatos szakmám van, illetve az épület gépészetbe is bele-bele kóstoltam. Úgyhogy, ja, mivel keresem a kenyeremet? Hát, a fent említett dolgokkal. Sok barátod van? Tudsz ilyen emberekről között, akik nyomon követik a munkásságod? Sok barátom van, nincs sok barátom egyébként. Aki nyomon követik a munkásságom, igen, tesóm, változott valami óta, mióta híres lett a csatornád. Hát nem változott semmi, de azért a hírestől olyan messze vagyok, érted? Mint Makó, Jeruzsálem, oda-vissza kétszer. Mi inspirált a festést, és mióta van meg ez a hobbid? A festés, ezt Anna Holló kérdezi. Mindenkinek beolvasom a nevét, de van, amikor kimarad, bocsánat. A festés... Igazából gyerekkorom óta a rajzolás végig kísérte az életemet. Ez ilyen, nem tudom, ilyen érdekes folyamatokat indítve nálam. Ilyen olyan, mint egy alvás, egy nagyon jó leső alvás. Vagy ha érzem, hogy már tele vagyok problémákkal, akkor festek egy képet, és mintha egy kicsit levenné rólam a tehert. Nem azért mondom, hogy tehát nem vagyok egy nagy nyomás alatt, nincs ilyen, csak... Ugye az embernek vannak hullámvölgyei, rossz kedvű, ilyesmi, akkor festek egy képet. Na de leszögezném, azért messze vagyok attól, hogy normális képeket fessek. Pusztán csak magamnak festek igazából, mert jól esik. És mióta van meg a hobbid? 18 éves koromban kezdtem a festést, most 27 vagyok. Gergő Kovács kérdezi, this is good. Lesz-e még Evolve? Hát nem hiszem. The Forest Coop hány részes lesz? Úristen, hát mit tudom én? Streamelni nem szeretnél-e Forestet? Volt már streamelve. Egyébként a streamelésre visszatérve, gyerekek, itt technikai problémák vannak, amiket hamarosan elhárítok, és utána két naponta rendszeressé válik a stream. Ilyen este 8-tól, persze ha van rá igény, csak akkor megmutatod a tetkódat, honnan van ez a vicces szókincsed, Klaváró. Klaváró egy nagyon régi néző, nagyon rég követ, emlékszem a sok hozzászólásra, úgyhogy neki most speciálba
elmesélem a tetoválásom történetét. Figyelj, papi, úgy volt, a többiek halkítsák le a videót. Most, ne, csak viccelek. Szóval, úgy volt ez, hogy nem szerettem soha a tetovált embereket, a tetoválás sem. Azonban mégis történtek olyanok az életemben, amire mindig emlékezni szeretnék. Hát igazából ennyi a sztori. Emlékek nagyon fontos nekem, és amik történtek akkor, ezekre mindig emlékezni akarok. Ne, azért ne sírjatok. Na, mi motivált a videózásra? Hát, nem tudom. Elkezdtem videózgatni, aztán ennyi. Szeretem. Milyen színű a tükör, kérdezi. Lesz-e Daisy ellipszilonosével, kedves Milán? És ha igen, miért nem lesz? Jó van. Gyere holnap is, azt a mondani. Honnan jött a Zsozi atya név? Hát már sokszor elmondtam egyébként. A Zsozi atya név, dolgoztam egy bizonyos helyen, ahol ez rám ragadt tulajdonképpen. Illetve egy idegen ragasztotta rám. És a csatorna létre, egyébként már megbántam, hogy ez a nevem, tehát sok mindenkiben ellenszenvet ébreszt, mert azt hiszik, hogy a vallási státusz, de nem. Az atya az egy atyáskodó, védelmező. Tehát így ragadt rám, nem pedig az, hogy izé, hú, innuminat. Csak a feszes mellő busmanok miatt foresztezett. De most nem vicc egyébként, a messzes csöcsű rozágyerekek, ha lecsapatnánk slaggal az udvaron, meg helyrehoznánk egy kicsit, rendes jó bringa lenne. Hát olyan csöcse van egyik előtt, másik a fellocsol öcső. Milyen streameket szoktál nézni, milyen videóst? Te cigizel? Ez Martin Visi. Miért szeretek videózni? Nem tudom, hát ez egy megmagyarázhatatlan dolog. És ez komoly. Tehát ez nem egy ilyen kibújó. Milyen streameket szoktál nézni? Nem nézek streameket, nagyon ritkán nézek streameket. És akkor is csak egy-egy percre. Milyen videós. Hát most, akit komolyan követek és nézem a videóit, van egy csajszi, iszonyat nagy figura. Rengeteget szoktam rajta röhögni, hogy előadja a témákat, sírsz. Pont nemrég találtam rá egyébként, úgy hívják, hogy Esti. Tehát gondolom Esti, E-H-S-S-T-Y. És igazából Pirát szoktam még csekkolni, Ebenit, Sinister, Szalaistit, Csarni Norbit és az Öcsi TV-s srácot. Ja, meg a Dömös srácot is nézem. Bár nagyon ritkán van videója, szégyeld magad! Mit kérsz, szeretnél Karesztra? Hát gondolom karácsony. Igen, karácsony előtt ez a videó, szégyeljen magam. Én mély levegőt kérek karácsonyra. Hogy volt, merszed visszajelölni Steamen, vagy nem merszed? Mi a munkásságot, foglalkozásod? Ezekre válaszoltam, meghatódtam, gyerekek, könnyek csorultak a szememből. Nem tudok visszajelölni Steamen, megtelt a barátlista, gyűjtenem kell egy köbméter kártyát, hogy szintet lépjek, és akkor tudok visszajelölni. Egyébként mindenkit visszajelölök, Lolon is, a Lol is tele van, az a baj, úgyhogy, de én mindenhol visszajelölök szívesen. 2014-ben melyik játékban csalódtam, Cirbusz Balázs, kedves Bazsi, elmondanám, hogy a Daisy-ben. Fúj! Tehát olyan, mintha az ablakon kiöntöttem volna 23 eurót. Tehát kibasztam volna az ablakon, annyit ér az a játék, melyik jött be legjobban. Az év legjobb játéka szerintem, és nem túlzok, kettő darab áll az élen nálam, a Rust és a The Forest. Ez a két játék az, ami közel nem olyan drága, mint a Daisy és a hasonló Survivor Sandbox játékok, viszont iszonyat jó. Tehát ajánlani tudom komolyan mindenkinek. Nem egy reklám vagy ilyesmi, csak ha jó játékkal akartok játszani, akkor ezt a kettőt tudjátok úgy játszani, hogy rengeteg időre leköt, és tehát élményekkel állsz föl a gép elől. Jó, van, amikor fölbasznik a full gearbe, nyakon vernek, azt elviszik a cuccot, hát igen. Szia Zsozi, hány feliratkozónál tervezel fészkamat? 50 ezernél beígértem. Mi a kedvenc porno oldalad, kérdezi a gyerek. Ryan the One. Amint te szerepelsz egy lóval. Nagyon sok mikor mutatod meg az arcodban. Hogy nézel ki? Hát mint ahogy be. Mivel szoktam felvenni a gameplayeket? Hát a videokártyának van egy programja, a Raptor, ami nem annyira jó, inkább szar.
mert nagyon kevés játékot ismer fel. Akkor Fraps és Avermedia. Olyan kérdések vannak, gyerekek. Levegyek hídba, bazd meg. Hídba. Ha lenne neki egy kekszgyár, akkor beszállnék a bizniszbe, meg ilyenek. Nagyon jó. Ha hogy ne szállnék be, hogy talicskáznám a győri édes baszod. José Steven valaki rád írna, hogy szevasz, komvan, lenne kedved egy kicsit lövöldözni Cségóval, akkor erre a válaszod még mindig az lenne, hogy csak olyanokkal játszasz, akiket ismersz, Kávaf kérdezi. Hát nem tudom nekem mikor volt ilyen válaszom. Igen, alapjában véve, hogyha játszani megyek, a cimborákkal megyek. De azért sokszor előfordul, hogy nagyon szívesen megyek veletek is, például a LOL-ban ez sokszor előfordult már, hogy random beinveltem, úgyhogy ezt nem értem, hogy miért írod, hogy csak olyanokkal megyek, akit ismerek, hát ez nem, erre nem emléksz. Hol laksz? Festen, szeretem a pacal pörköltet, jó a pacal, gyerekek! Das ist gut pacal! Jó, vannak itt olyanok, baznak, hogy mi az igazi nevem. Lakatos Britney Spears. És ez nem vicc. Nyugodjál le. A videózás terén milyen hosszú távon gondolkodom? Tomi kérdezi. Illuminum. Illuminum, Patrice. Nem tudom, amíg kedvem van, csinálom. Mi a szakmád, az iskolai végzettséged, vagy jogosítványod, autó, vagy motor? Hát ezt már elmondtam. Jogosítványom van, és szekerem is, gyerekek. 4 lovas. Fiú vagy lány? Mi volt a jeled az oviban? Hát gyerekek, nagyon buzis jelen volt. Utáltam is. Szívecske, te alapból ennyire laza vagy, mint a Rigalász, vagy csak a videóidban? Hát az az igazság, hogy szerintem lazának kell lenni, gyerekek. És igen, mióta ismerem Sinistert, 56-ban Vietnámban szolgáltunk együtt amúgy. Mert emlékszem, hogy ott voltunk az árokban, és kétségbe voltunk esve, mert körbevettek minket, de be akarta kapni a nagy lábújamat, nem engedtem neki. Mert azért, érted, azért ez nem így működik. Előtte hívjon meg egy italra, vagy valami, nem? Miért nem mered megmutatni? Az arcoda! Mit gondoltam a Netadóról? Legfontosabb kérdés, írja nekünk egy Dávid harcos. Hát, nem tudom, az egy kicsit morcos lett az ország, meg a gamer közösség, ha szabad így mondani, meg az internet közösség. De azt gondolom, hogy ezek a dolgok fontosak, de míg mi el voltunk foglalva az internetadóval, mert arra összpontosítottunk, azért vannak olyan dolgok, amik azért vannak, hogy odafigyeljenek rá az emberek. Most nem akarok belemenni nagy illumináti dolgokba, de ez így van. Ha tehetném, milyen területen helyezkednék el? Hát, na, én ha lenne 3 kívánságom, akkor azt kívánnám, hogy úgy fessek, hogy iszonyat keményen. És mindenképpen azzal foglalkoznék, mivel azt nagyon szeretem csinálni. Mennyit fektetsz a játékban, Maxár? Sajnos elég sokat. Mert mióta a YouTube csatorna megy, gyerekek, talicskányi pénzt költöttem játékra, mégis, tehát elég sokat, de nem tudom most neked ezt megmondani, sokat. Melyik játék volt, amit megvettem, de megbántam? Nagyon sok ilyen játék volt Steamen, igazából egy kezemen tudom számolni, amit nem bántam meg, és körülbelül 120 játékom van Steamen, valahogy így, vagy 100 fölött egy kicsivel. Lesz-e valaha vlog? Hát, arról sem tudja. Mikor tudsz foglalkozni NextCar Game-mel? Akkor, hogyha jön rá a patch. Sajnos nem annyira aktívak a fejlesztők. Írják, hogy boldog karácsonyt neked is, kedves The Gaming Mester. Közben meg... Zsozé, hány csajod volt az életedben, Balázs Bartos kérdezi? Az a baj, hogy nem tudom. Nem olyan sok, nem tudom, ezt nem számolja az ember szerintem azért. Legalábbis én nem számoltam. Szép vagy, köszi. Köszönöm, hogy velem tartottok, remélem mindenre választ kaptatok, amire szerettetek volna. Pacsi mindenkinek, Zsozé voltam. Szevasztok!